Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Mert hogy te hoztad el nekünk a gyermekkori fotóidat. Így van. Legalább megtudhatjuk, milyen egy olimpiai bajnok gyermekkora. Karddal születtél? Kard voltál jelent az óviba. Lehet, hogy már fogékony lettem volna akkor is. A bátyámmal elég sokat vívtunk botokkal az udvaron, úgyhogy már akkor a kardnak, már nem a sportvívásnak volt ez az alapja, hanem inkább a harc volt. A tesóddal kezdődött az egész? Tesóimmal igazából, igen. Mert az első fotó akkor ezek szerintem vagy a legkisebb itt, ugye? A középső vagyok itt. Bátyám mellettem és a húgomat tartom a kezemben, Pruzsit. Bátyám 1 évvel idősebb nálam, húgom 3 évvel fiatalabb, úgyhogy így cseperedtünk mi fel. Milyen tesók voltatok? Hú, Danival vele nem volt mindig olyan nagyon szoros és nagyon jó a viszony, mivel én ugye 1 évvel utána érkeztem egy kicsit az ő terébe bele, váratlanul és hívatlanul. Úgyhogy volt sok civakodás, meg később verekedés, de szerencsére felnőtt korunkban. Hol nőttetek fel? Budapesten? Budán nőttünk föl, igen. Na hát itt viszont elég fiatalon látszik már, hogy beöltöztél, ugye? Farsankor? Sportolónak. Kardiónak. Igen, kardiónak. Mikor találkoztál ezzel a sportnak, és egyébként egy gyerek hogy találja ki magának, hogy lemegy és kardió lesz? Miért nem foci, futás, nem tudom, kosár, bármi más? Ezeken mind túl voltam már, amikor a vívás jött. Én rettenetesen mozgékony gyerek voltam, és édesanyám, hogyha nem vitt el sportolni, akkor törtem, zúztam otthon, és ez nekik nem volt jó, úgyhogy mindenfélét kipróbáltam, és 9 évesen jött a vívás több fronton. Hogy találkoztál vele? A későbbi nevelőedzőm, Gerevés György bácsi jött le az általános iskolánkba népszerűsíteni a kardvívást, akkor az ott megtetszett az ő személye is, meg maga ez a sport. Akkor a Vasasban atletizáltam éppen, és a vívóterem ott volt mellette, láttam, hogy húzzák be a nagy zsákjaikat a vívók, és ott csapkodják egymást pengékkel. Te igazából mi fogott meg a vívásban? Amikor lementem, és az első edzéseken részt vettem, akkor igazából a sportágnak az összetettsége, amit a technikai tudás, a taktikai felépítettsége és az, hogy mennyire elfáraszt fizikailag ad, ez rögtön megtetszett. Persze, de ez már 9 évesen ennyire megtetszett neked? Tehát pont ez volt az, amit 9 évesen, vagy ami motivált? Igen. Na, most is azt tapasztalom, vagy látom, hogy lejönnek a Vasasba a kisgyerekek 8-9 évesen, és beleszeretnek ebbe a sportágba. Pont azért, mert nagyon könnyen meg lehet szeretni. Ideális mértékben elfáraszt, tehát tényleg ennek az energiáját valami köze ahhoz, hogy egy férfi tradíció, hogy azért ez mégiscsak egy férfias sport, nem? Mégiscsak, ha nem is küzdősportnak mondhatjuk, de mégis ugye olyan nekem mondjuk kívülről nézni, hogy igenis ott találatot kell bevinni, kvázi igazából, ha ez valós lenne, akkor meg is sebesíteni az ellenfelet. Persze, hát a vívás is egy harcművészet, egy küzdősport, ezt lehet mondani, bár most már a lányok is mind a 3 fegyvernemben részt vesznek most már az olimpián is, és egyébként meg kell jegyezni, hogy amikor lejönnek a gyerekek, 9-10 évesen a lányok, mivel fejlettebbek, sokkal ügyesebbek, és meg is verik a fiúkat. Hát ebben nekem is volt részem, és ez egy igen zavaró dolog egy fiúnak, ez az identitását, meg az önérzetét, ez bánthatja. Talán még jobban motivál akkor, hogy ugye kikapsz egy csajtól, és akkor még jobban motivál, hogy esetleg... Igen, utána ott jönnek az edzésen a fricskák, meg a kis bosszantások, úgyhogy ez az elég motiváló tud lenni a későbbiekben. Persze aztán a férfiak erősebbek lesznek, meg picit gyorsabbak, úgyhogy utána már szétválik a női és a férfi kardvívás, de az elején ez... El tudnád magad valahol máshol képzelni, valamilyen más sportágban? Tehát, hogyha nem ezzel foglalkoztál volna? Én nagyon szeretek sportolni, legyen az szó bármilyen labdajátékról, vagy csak elmenni futni. Én nézni is szeretem a sportot, úgyhogy nehezen tudnám azt elképzelni, hogyha nem lett volna vívás, akkor is ne a sportnak a közegébe nőjek föl, és éljem le az életemet. Úgyhogy örülök, hogy a vívás jött, mert ezt nagyon-nagyon szeretem, de a többi sport is közel áll a szívemhez. Nagyon kemény döntés azért, hogy élsportoló legyél, és élsportolóként éld a mindennapjaidat. Nem próbálkoztál sosem mással? Hogy mondjuk tanulj valami humán dolgot, vagy valamilyen szakmát legyen még pluszban? Nekem a tanulás az mindig is fontos volt, mondhatjuk ezt így, már középiskolában is. Most pedig pszichológiát hallgatok éppen a Károli Gáspár Egyetemen, úgyhogy mindig próbálom egy kicsit az aktisport utáni életemet is megtámogatni. és ezt a legkönnyebben úgy tudom megtenni, hogyha van már valami elképzelésed egyébként, hogyha majd abba kell hagynod, vagy abba szeretnéd hagyni, hogy milyen területre mész? Most 25 éves vagyok. Szeretnél a sport közelében maradni. Meddig lehet ezt egyébként csinálni? De várhat a pszichológiát hallgat. Sok mindennel foglalkozom, és még nem alakult ki az pontosan, hogy az aktív sport után mivel szeretnék foglalkozni. A sport berkeim belül mindenféleképpen szeretnék megmaradni, ha nem is edzőként, sportvezetőként, teljesen mindegy, valahogy azt a tudást, amit kapok ebben a közegben, azt továbbadjam a következő generációnak, ez abszolút foglalkoztat, de pontosan azért tanulok most pszichológiát, vagy hallgattam nemzetközi tanulmányokat az eltén, mert más dolgok is érdekelnek, és ezekkel is majd komolyabban foglalkozni. Ugye megjött egy kép, ahol hát vannak ugye érmek, amint látható. Mesélnél erről a versenyről? Ha jól látom, akkor ez egy csapatbajnokság lehetett, még valami nagyon-nagyon fiatal korosztályban, hogy ez látszik is. 10 körül, nem? A mellettem balra a két srác nálam idősebb 3 évvel, és ez az ő korosztályukban megrendezett verseny volt, de mivel fiatalabbak indulhatnak ugye az idősebbeknél, ezért engem elindított már a mesterem, és itt a csapattal azt hiszem meg is nyertük. De jó, tehát akkor igazából már akkor 3 évvel idősebbeket, pedig én itt nagyjából olyan 10-11 éves lehetek. Befogadtak téged egyébként, hogy te voltál a legfiatalabb? Nem volt ebből ilyen rivalizálás csapaton belül? Én velem nem éreztették soha, tehát nem sosem támadtak amiatt, hogy én fiatalabb lennék. Na, itt vagy akkor ugye a bátyáddal, Danival, meg édesanyáddal? Igen. Ez hol van? Igen. Szerintem valahol külföldön, talán Ausztriában lehet, vagy Svájcban, ahol többször nyaraltunk. Ausztriában nyaraltatok, ugye nem egy szokásos helyszínt választottatok, nem az a pancsolós család voltatok? Volt pancsolós tengerparti nyaralás is, de mi nagyon szerettünk túrázni, mivel a bátyám is mozgásigényes volt, szüleim is szerettek sétálni a természetbe, túrázni, úgyhogy mi sokat mentünk Ausztriában, autóval viszonylag könnyen. Le kell mozgatni a gyerekeket, mert kicsit túltánk bennük. Mi lesz most a következő verseny, ahol készülsz? Vagy már elindult az olimpia felkészülésed? Abból a szempontból elindult, hogy a kvalifikációs időszak megkezdődött, ez nálunk 1 év, következő év áprilisáig, rengeteg versennyel, és ezek alapján a versenyek alapján osztják majd ki a kvótákat, úgyhogy most minden világkupára a tudásom legjavával készülök, illetve lesz most júliusban egy világbajnokság, ami az idei évnek a meghatározó fő versenye, igazából az az, amire most közvetlenül készülök. Hát Áron, nagyon sok sikert kívánunk neked ehhez. Nagyon köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Mi pedig hamarosan folytatjuk tovább. A reklám után pácvariációkat készítünk a konyhában.